Szerbusztok! 2023. január 23-a van. Ez ismét egy rendkívüli bejelentkezés, egy úgynevezett rendkívüli hírek, de azt kell mondanom, hogy ez most azok közül is kiemelkedik. Annyira, hogy maga az esemény, amiről számot akarok nektek adni, az 19-én, január 19-én történt, azaz négy nappal ezelőtt. Amikor meghallottam, úgy éreztem, hogy azonnal be kell jelentkeznem, és el kell mondanom, hogy ez a rettenetes. Hogy nap, mint nap abban bízunk valamennyien, szinte biztos vagyok benne, hogy nem csak én, abban bízunk, hogy valahogy majd elindulunk fölfelé, hogy már nincs lejjebb, a szakadéknak nincsen mélyebb pontja. De van. Az orbáni rendszer, az orbáni szavazógépek itthon és az Európai Parlamentben bizonyítják, hogy van jeljebb mindig tudnak lejjebb lenni. És tudnak olyat produkálni, most éppen az Európai Unió parlamentjében, a Fidesz-KDMP európai parlamenti képviselői, amelyek a magyar történelembe be fognak íródni. Onnan kimoshatatlan lesz. Egy szégyenfoltja lesz a magyar történelemnek, és ebből nem maradunk ki. Amikor évtizedek múlva visszaemlékeznek erre a korra, akkor azt mondják mondani, hogy így viselkedtek a magyarok. Így viselkedtem én, és így viselkedtetek ti, pedig egyikünk sem. Nem vagyunk részesei az Orbáni bűnszervezetnek. Nem tudom elfogadni, hogy az Európai Parlamentben a vélemény nyilvánítás szabadságával élve Magyarországról, a magyarok véleményéről 13 gazember olyan cselekedekteket tegyen, úgy jelenjen meg, amely mindenben ellentétes az én gondolataimmal, az én neveltetésemmel, az én elkölcsömmel, gondolom a tietekkel is, és mégis a nevemben teszik. Nincs ekkora véleménynyilvánítási szabadság. Ezeket az embereket előbb-utóbb felelősségre kell vonni. Ma egy csütörtöki európai parlamenti ülésről szeretnék nektek számot adni, Arról szeretném elmondani a véleményemet. De bevezetőként még egyet ki akarok emelni. 2024 tavaszán európai parlamenti képviselőválasztás lesz. És azzal a szándékkal készítettem el a mai bejelentkezést, és ezért vártam vele négy napot, nem vártam, hanem nem volt lehetőségem, nem volt időm. Ebben a négy, nap, négy napban, hogy előkészítsem, hogy ezt megfelelő nívóban tudjam elétek tárni. Ezért erre csak a mai napon tudtam időt keríteni, ezt el is készítettem, és ennek megfelelően szeretnék ma egy gondolatsort, egy olyat, ami 2014-ben az ellenzéki pártoknak is lehet majd a kampánya. Itt van egy kép. 2024-ben. Európai Parlamenti képviselő választás lesz. Szeretném, ha akkor az összes ellenzéki párt, ha a civil szervezet a kampányain középpontjává tenné, hogy aki a Fidesz-KDNP Európai Parlamenti listájára szavaz 2024-ben, akkor ő az emberiség elleni büntettek elkövetőinek elkötelezett szövetségeseire szavaz. Ezt nagyon fontosnak tartom. Orbán Viktor bár hazudott. A propaganda képezete nyilvánvalóan hazudott. Szijjártó Péter a szavazás megelőző napon hazudott vele a szemünkbe, hogy az ellenzéki pártok kint jártak az ukrán elnöknél, és megállapodtak abban, hogy ha nyernek, akkor befogják sorozni a magyar katonákat, férfiakat, és be fogunk kapcsolódni ukrán oldalon az Ukrajnai háborúban. Ez megrettentette az ellenzéki szavazótábornak közel egyharmadát. 800 ezer 1 millió ember otthon maradt, emiatt a hazugság miatt. A különbség a mai bejelentkezésemmel az, hogy ezek tények. Tények, amelyeket nek utána lehet olvasni, lehet látni, és be is tudom nektek ma mutatni. Az Európai Unió parlamentje egyre aktívabb. É, és látva azt, ami most már lassan ugye egy éve, február 24-én, azaz mához egy hónapra lesz az egyéves évfordulója az ukrajnai agressziónak, Oroszország emberiség elleni büntettének, erről majd egy pár mondatot fogok mondani, hiszen ez az emberi, emberi elség elleni büntet egyik kategóriája. Az összegző neve is, és az egyik kategóriája is. Ez közel az egyéves év, évfordulója közeledik. És azt látjuk, hogy nem az csak az egyik elemét, a négy legfontosabb elemén belül az emberiesség elleni büntettek közül az agressziót, egy független állammal szembeni agresszió elkövetését, amelyet a nemzetközi jog. Soha el nem évülő módon emberiség elleni bűncselekmények tekint, és ezért elítéli azokat a felelősöket, vezetőket, országokat, aki ebben részt vesz, aki ezt a tevékenységet elköveti, mert nem lehet egy másik független állammal szemben agressziót elkövetni. Ez ilyen egyszerű. Ez egy tétel. Ez egy olyan tétel, ami önmagában kivenített. Az Európai Unió parlamentje azonban kicsit kapcsolódva az angolokhoz, az angol igazságügy miniszter nem olyan régen, néhány nappal ezelőtt tette közzé, hogy talán tavasszal, áprilisra nem emlékszem pontosan, szeretne megszervezni egy konferenciát, amely a hágai büntető törvényszéknek a, a, ad egy kis fegyvert és paripát. Tehát azért, hogy legyen pénze, kellő mennyiségű embere, e, Kellő infrastruktúrája, háttere, hogy egy olyan óriási agressziót, amit Oroszország Ukrajnával szemben elkezdett, hogy az ott elkövetett hadi cselekmények területén, népírtás területén, embercsoportoknak a deportálása területén, a polgári lakosság életének az ellehetetlenítése területén végzett el, hogy ezeket kivizsgálják. Ehhez csatlakozott nem kimondva, tehát önállóan és párhuzamosan az Európai Unió parlamentje, aki csütörtökön egy határozatot fogadott el, aminek az a lényege, hogy fel kell állítani. Tehát sürgeti, hogy állítsunk föl egy különleges nemzetközi törvényszéket, hozzuk létre, és állítsuk föl, és adjunk neki fegyvert és paripát, hogy az orosz agresszió kapcsán az Ukrajnában folyó folyamatokat. Az emberiesség elleni büntetteket figyelemmel kíséresse, kivizsgálhassa, és a hágai bíróságnak segítséget nyújtson ahhoz, hogy az eljárás kezdeményezzen, elsősorban egyébként Putyin elnökkel szemben, de nem kizárólagosan, a hadvezetésével szemben, és ha Ukrajnában ezt a vizsgálatokat folytatják, amely Ukrajna megadta hozzájárulást, és Ukrajnában esetleg az ukrán haderő végez valami ebbe a kategóriába sorolható gaztettet, akkor azt is vizsgálja ki. Erről szól az előterjesztés, és erről a felhatalmazás. Az Európai Unió parlamentjének 705 képviselőjét delegálják a nemzetállamok. A 705 képviselőből, hát körülbelül, ha jól emlékszem, olyan Körülbelül 530-540-en voltak ott ezen az ülésnapon. Ott 472-en, azaz egy elsőprő többséggel megszavazták, hogy az Európai Unió állásfoglalásában kötelezze annak segítését, hogy létrejöjjön egy különleges nemzetközi törvényszék, és folyamatosan vizsgálja, és ha kell, és ha van megfelelő bizonyítéka, akkor az terjes a hágai bíróság elé. Ennek a számnak azért van jelentősége, mert az jelenlévő képviselők, itt egy határozatról van szó, itt elégséges a jelenlévő képviselők többségének a jelenléte. De ezt, ezt olyan arányban szavazta meg az Európai Unió Parlamentje 2023. január 19-én, hogy az az összes képviselő, az az Európai Parlament 705 képviselőjének is a kétharmadát jelentette. Mindössze 19-en voltak, akik e, e, nem szavaztak, és e, 33-an, akik tartózkodtak. De ott voltak olyan képviselők is, akik jelen voltak. Akik ott voltak az el Brüsszelben, de nem szavaztak. Mit gondoltok, ki volt az? Tehát ki volt az a 13 magyar gazember? Én nem tudok enyhébb szót erre. Az emberi megítélése, csak drágás szavak lennének, de nem akarok olyanokat használni. De történelmi jelentősége van, amit a nevünkben tettek. 13 Fidesz KDMP-s európai parlamenti képviselő úgy döntött, hogy nem támogatja. Nem fogja a szavazatát adni, ahhoz, hogy az Ukrajnában folyó orosz agresszió kapcsán, Ukrajnában a bárki által is elkövetett háborús bűnöket, az emberis, emberiség szempontjából a legsúlyosabb bűnöket, amit a II. világháború után az ENSZ égisze alatt jött össze, hogy kell valamit tenni. Meg kell határozni ebben a nagyon sok nemzetállamból álló, nagyon összetett világban, eltérő kultúrákban, kell valamit tenni, amely megbocsáthatatlan, amivel szemben fel kell lépni. Ami ha tömeges, akkor az ENSZ esetleg felhatalmazást adhat nemzetközi haderőnek a bevonulására, hogyha ez tömegesen fordul elő. Ezekről a bűnökről mondta ki az ENSZ, a nem, az Nemzetek Szervezete, Szövetsége, amiben szinte valamennyi állam, erú, vagy valamennyi állam a világon nemzetállam e, ott helyet kap. Oda akkor is, hogyha egyébként rossz, és a mi értékrendünk szerint egy bűnös állam vagy diktatúra joga van ott lenni az ENSZ enszervez, szervezetében. Ebben az államban találták ki, hogy ezek azok a bűnök, aminél nincs nagyobb. Ezért bár a nemzetközi jog évszázadok alatt alakult ki, évszázadok alatt az is kialakult, hogy ha gyilkosság történik, különböző államokban, különböző nemzeti jogban, de bizonyos idő után elévül. Tehát 20-30 év múlva, amiatt nem lehet vádat emelni valakivel szemben, ha még él. De ez az a bűn, az emberiség, az emberiesség ellen, ami nem épül el. Nem olyan régen a talán az elmúlt hetekben tudottam, hogy Németországban még mindig egy 94 vagy 96 éves embert ítéltek el hosszú évekre a második világháború alatt tett gazdettei miatt. Ezeknek a bűnöknek a kivizsgálását, tehát szeretném, ha jól értenétek, hogy ezeknek az bűnöknek Ukrajnában lévő kivizsgálását sürgette az Európai Unió parlamentje, ehhez kívánt infrastruktúrát, fegyvert, pénzt adni, a fegyvert értsétek átvitt értelemben, tehát nem fegyveres erők vonuljanak be, hanem hogy legyen ereje, legyen képessége a törvényszéknek, a létrehozandó nemzetközi törvényszéknek legyen képessége, pénze, eszköze, nyomozati képessége legyen ahhoz, hogy elmenjen a helyszínre, és ott bizonyítékokat gyűjtsen. Nagyon fontos, hogy bár jellemzően egy-egy agresszió után szokott a lassan életbe lépen a hágai bíróság büntetőtől esetleg fellépni és egyes embereket vád alá helyezni. De a nemzetközi jogban nincs ilyen előírás. És nagyon helyesen ráébredt ma már a világ, hogy egy elhúzódó háborúban miért kell megvárni, hogyha látom, hogy sorozatosan népírtást követnek el, az embercsoportok megsemmisítésére törekszenek, azokat deportálják, elsődlegesen gyerekeket például. A polgári lakosság kínozzák, de nem csak úgy, hogy egyenként fogságba ettik és megkínozzák, hanem az is csak ebbe a kategóriába tartozik, ha éheztetik, ha fagy halálfal fenyegetik, ha az infrastruktúráját tudatosan, rendszer szinten lerombolják a polgári infrastruktúrát. Tehát ami nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az emberi méltóságnak megfelelően élhessen ott az a nemzet, ahol egyébként esetleg háb háború foly. Nem kell megvárni, hanem ez alatt is meg lehet hozni azokat az intézkedéseket, a hágai bíróság össze is ülhet, és ha kellő anyaga van, bizonyít erejű anyaga van, akkor elítélheti akár Ukrajna vezetését szerintem ők nem követnek el, vagy emberiség ellenes büntetet, de azért elképzelhető, sőt, vannak rá már egyfajta bizonyítékok is, hogy egyes katonák, egyes bevonuló, tehát amikor oroszok hadifogságba kerülnek, akkor a hadifogságban kerülő orosz katonák közül néhányal úgy viselkednek, amelyet a nemzetközi jog az emberiség, emberiesség elleni büntet kategóriájába sorol, ezért elkövethetik. De ott a felelősség alapvetően, ha ez egyedi, ráadásul különösen akkor, ha maga az állam, az ukrán állam ezzel kapcsolatosan az eljárásokat nem névlegesen, hanem valóságban elindítja. Ha lehet látni, hogy kellő komolysága fellép, mert érzi ennek a súlyát, elítéli súlyos büntetéseket szab ki, akkor maga az állam és az állami vezető nem vonható felelősségre. Szemben az orosz esetekkel, amelyből most már szinte számtalan olyan van, amelyikről látható, hogy ebbe a kategóriába beleesik, és mondjuk Putyin elnöki kihat. Hát nem, nem olyan nehéz ráfigyelni Putyin elnöknek a hivatalos nyilatkozataira, ami azt mondja, hogy minden rendben van, ha megsemmisítjük a polgári rakóságnak az infrastruktúráját, áramellátását, vízellátás. Hát nincs rendben. Hogy minden rendben van, ha az elfoglalt területeket anektáljuk, és ott kötelezzük, hogy adják föl az ott lév emberek az identitásukat, az ukrán identitásukat, mert mit mond Putyin elnök, mit mond a miniszterelnök, elke, hogy Ukrajna nem is létezik. Tehát az ukrán nemzet az nem is létezik, az egy nem létező, és ennek megfelelően hozza az intézkedéseit. Csak hát a nemzeti jogban az ukrán nemzet létezik. Elismert, az ENSZ elismert független tagállama, és Ukrajna létezik, az ukrán nemzetiség létezik, tehát, hogyha a háborúra okotató egyik ok és a háborúban bekövetkezett intézkedések, amelyek a Kremből származnak, amelyekről Putyin elnöktől közvetlen utasításban is származnak, akkor bizony ő is elmarasztalható. De hát a jog azt mondja, hogy ezt ki kell vizsgálni. Ezt törvényszéknek fel kell vállalni, kutató, tehát ezek nyomozóknak ezeket a helyszínen nyomozni kell, hogy csak nagyon valószínűsíthető, vagy szinte biztos. De a szinte biztos, akkor a hágai büntetőbíróság elé terjesztem, az akkor válik biztossá, ha azt a büntetőbíróság jogerősen meg is ítéli. Ezt a folyamatot végig kell vinni. Mit mondanak azok a fideszes képviselők, akiket láttok a képen folyamatosan föl, ugye, futni, és folyamatosan látjátok az arcukat, hogy nem kell ilyet fölállítani. A háttérben mozgó kép azok Ukrajnából származnak. A fősfált tömegsírokból, a folyamatosan az újabb, ahonnan kivonultak az oroszok, mert az ukrán hadsereg felszabadította, azok ott látszanak a, ebben a halott zsákokban, ilyen köznyelven hullazsákokban elhelyezett áldozatok, amelyeket esetleg a föld alól ástak ki, de ugye erről Putyin elnök sokszor azt mondja, azt mondta az orosz sajtó, és ezt nagyon szépen átveszi a magyar köztelevízió is, természetesen mind orosz közlést veszi át, de ezt szajkozza belétek. Tehát ez, hogy ezeket bizony az oroszok azt mondják, hogy ezt Ukrajna maga tette, videófelvétel, a zsákokban egyébként színészek vannak, de hát ma már vannak műholdfelvételek, ahol a hadosztály is, az elkövető katona is, meg amikor a tömegsídokat készítik, azok a bizonyítékok is rendelkezésre tudnak állni. Tehát elkövethető lenne, föl lehet tárni. Ezek a képviselők azt mondják, hogy a világ legsúlyosabb büntetteit ne akarjuk föl tárni. Ahhoz ők nem adják a támogató szavazatukat. Ezek az emberek tényleg megszégyenítik Magyarországot. Egy picit hunyátok be a szemeteket. Gondoljatok egy 30, 50 vagy 100 év múlvai iskolára, történelemkönyvekre, ahol Magyarországról lesz szó, mint az orosz agresszióról lesz szó, amit 2022. február 24-én az ukrán nép megsemmisítése érdekében elindított Pucsin elnök és Oroszország, és hogy ennek az agresszornak abban az időszakban egy szomszéd állam, a támogatója volt. Hol nyílt támogatója? Pénzzel. A közmédiájának a szereplése egyértelműen a magyar lakosságot abba az irányba tolta, hogy higgyük el, hogy ezt Ukrajna megérdemli. Aki megtagadta a segítséget a független államtól, akit megtámadtak. És amikor nyomozni akartak annak idején háborúban arról, hogy ki követett el és mit, Ukrajna területén, akkor azt mondták, hogy ha tehetem, megakadályozom. De semmiképpen nem támogatom, hogy ebben megfelelően felkészült és a nemzetközi jogban elfogadható, elismert szakemberek vizsgálják és megkérdőjelezhetetlen bizonyítékokat szerezzenek már a háború időszaka alatt. Én többeket ismerek a Fidesz európai parlamenti képviselői közül. Van olyannal is, aki az évtizedek során nem is rossz személyes kapcsolatom alakult ki. De van egy határ, ami megbocsáthatatlan. Ez abba a körbe tartozik. Nem az egyetlen. Az elmúlt időszakban már több alkalommal próbálták, nem vettek részt a e, magyar európai parlamenti képviselőkből a fidesz KDMP képviselői, amikor az európai parlament elítélte mondjuk határozatban és agressziónak minősítette Oroszországnak az Ukrajnával szembeni támadását. És minden mögött ott van az az ember, akit a fölfutó képek mögött láttok, Magyarország miniszterelnökét. De ezt mi ma tudjuk. Én ma tudok veletek arról beszélni, hogy nem, én és ti nem tartoztok a gazemberek közé, nem tartoztok az agresszor melletti baráti körben. És szinte biztosan vagyok, biztos vagyok benne én is, és szerintem biztosak lehettek ti is abban, hogy ezt nem csak úgy, nem tudom, valamilyen lelki válságból egy rossz ármot követően találta ki Orbán Viktor és a NER csapata. Mert ilyen gazembernek ingyen senki nem jelentkezik. Ha nem muszáj, akkor erről lemad bizonyságot. Lehet, hogy gazember, saját maga reggel a belenézve a, a tükörbe tudja, hogy gazember, de ingyen nem teszi. Okkal, igenis okkal feltételezhető Orbán Viktorról, a NER rendszeréről, és akár az itt futó EP parlamenti képviselőtől is, hogy ők elkötelezettsége, lekötelezettjei az orosz agressziónak, lekötelezettjei azoknak az embereknek és annak a hatalomnak, aki az emberiesség elleni büntettek valamennyi kategóriáját valószínűleg nagy valószínűséggel ma már kimerítette, és teszi ezt folyamatosan hogy ez az érdekeltségben ők megzsarolható, át Orbán Viktort mondjuk az orosz titkosszolgálat gond nélkül meg is zsarolhatta, ott valamikor 2009-2010 tájékán, és lett hirtelen orosz barát. Ez elképzelhető. De ami sokkal inkább elképzelhető és valószínűsíthető, az a gazdasági lekötelezettség. A gazdasági lekötelezettség, hiszen okkal gondoljuk és hisszük, és egyébként erre nemzetközi információkat például az Egyesült Államoknak, az FBI-nak az átadott dokumentumai szólnak, hogy a túlárazott magyar közbeszerzésekből ezer és ezer milliárd forintnyi vagyon van külföldön. Hát nem valószínű, hogy Amerikában. Nem való, tehát, eh, a, ez, nyilván már ott tisztára, tiszt, hitük szerint tisztára mosott pénzek vannak. Valahol ott kell ezt a pénzt először, a fekete pénzt elrejteni az alapvilágban, Ázsiában, vagy Oroszországban, ahol ezt úgy mondják, hogy biztonságba helyezem neked, és elkezdünk olyan üzleteket kötni, ahol a te nagy pénzed nem is számítóan rettenetesek a nemzetközi pénzvilágban, és nem lehet majd szétválasztani, hogy konkrétan mi volt ez a pántlikázott pénz, amiből aztán a nemzetközi pénzpiacon jövedelem keletkezett, amiből utána már akár Angliában, Franciaországban, Németországban is vásárolhatta, vagy Ausztriában, Tibor vásárolhattak szállodákat. Emögött yeah. e szinte ez az üzlet van. Mással magyarázni. Én nem tudom. Ha van más magyarázata, álljon vele elő, Orbán Viktor és a NEL rendszere. Mással magyarázni nem tudom hogy az orosz oligarchák a legdrag, leggazdagabb eh, Putyin környezetében lévő, hiszen garanciát nyilván Putyin a környezetében élő oligarchákkal való együttműködés kapcsán adhat a ner nek és alapvetően Orbán Viktornak, és rajta keresztül ennek a bűnszövetkezetnek, ja, szébe, hogy azt mondjuk, hogy a szankciós litrá, eh, listáról vegyük le őket. Miért érdeke? ebben vétóval fenyegetni Orbán Viktornak, orosz oligarcháknak a szankcióról való levételéről, esetleg a sok 10 vagy 100 milliárdos értékű, vagy 600 millió, azt hiszem, euró értékű jaktyának a visszaadásáról, mert ugye ha leveszem a szankciós listáról, akkor ugye a, által az ő vagyonának a, Nyugat-Európában lévő, Amerikában lévő, stb. területeken lévő vagyonának a lefoglalását is vissza kell adni? Hát azért, mert abban a vagyonban keveredve, vagy konkrétan, ott lehet Orbán Viktor, és a NER, és a családja, stb. vagyona is. S a keresztül összedolgozva. Ennek a gazdaságéreknek fönt kell állni, mert mással ez nem nagyon magyarázható ezek az embereknek azért döbbentem meg, és ez a rendkívül bejelentkezésemnek most valahol a vége is lesz, de ezt sokszor vissza fogom játszani. Ahogy közeledünk az Európai Unió parlamenti választásához, sokszor vissza fogom játszani. Hogy aki Ezekre a Fidesz-KDNP LP listájára szavaz, valószínűleg közülük többsége, mintán látszik, hogy hűségesek, ott lesznek azon a listán, azok bűnözők elkötelezettjei lekötelezetjeire fognak szavazni. Ezt kell majd az ellenzéki pártoknak, civil szervezeteknek, az LP kampányuknak a részévé tenni. Mert rövid. Mert érthető. Mert nem tud rá magyarázatot adni Orbán Viktor. Nem tudnak rá a fórumokon magyarázatot adni a Fidesz-KDMP felszólalók. Ha elmentek és fölteszitek a kérdés. Hogy miért akartuk az oriszorgiakat levenni a szankciós listáról, és miért akartuk megakadályozni, ha tehettük volna, meg is akadályoztuk volna, hiszen ha még nagyon sokan viselkedtek volna úgy, mint ez a 13, én szerintem a bűnszervezet részének is tekinthető személy, aki a nevünkben nyilatkozik az Európai Unió parlamentjében, ha ez többséget kapna, akkor ez a határozat nem született volna meg. És akkor az Európai Unió végrehajtó szervezete, a bizottság és az egyéb szervezetei nem tudnának forrást és egyéb administratív és nem csak administratív, hanem jogi eszközöket is adni, hogy fölálljon egy ilyen törvényszék. Nem tudták megakadályozni, de kifejezték, hogy ők természetesen azokkal a bűnözőkkel, akikkel közösen végzik ezt a gyalázatot, aminek ők részesei, ők ott vannak a döntéshozatai helyben. Nem csak az a görög szocialista baloldal, baloldal akiről nagyon sokat beszél ma a közmédia és a Fidesz propaganda, aki Katar és Marokkó euró millióival vagy tízmillióival millióival próbálta meg a Katarnak és és Marokkónak a pozícióját az Európai Unió parlamentjében és intézkedéseiben a diktatórikus felépítésük helyett pozitív kép, képért tárolni, hogy velük szemben legalábbis hagyják őket békén. Ez egyébként dollárs 10 és 100 milliókat ért meg Katarnak és ért meg Marokkónak. Mit gondoltok, mit ér meg Oroszországnak? ha van ott olyan parlamenti képviselő, itt a képen fut 13 közülük, ugye, aki megpróbálja, ha tudja megakadályozni, ha tudja vétóval fenyeget, ha tudja, akkor csak tompítani az Oroszországgal és az agresszorral, és a háborús bűnöt a népírtásban résztvevőkkel, szembeni eljárásokat nehezíteni, lassítani, tompítani. Mert ezt a feladatot kapták, de ez számunkra szörnyű. És én azt hiszem, hogy ha a magyar társadalom nem ébred, és nem tudja még a háború folyamatában megfordítani ezt a hozzáállást, és valóban egyértelműen minden krekatória nélkül Ukrajna oldalára állni, mert őt támadták meg és az orosz agressziót mindenben akadályozni, mert ő az agresszor, ő vesz részt a háborús bűnökben, a deportálásokban, a népírtásban, a polgári lakosság el, el lehetetlenítésében, akkor a történelem könyvekben ennek az időszaknak a szemén leszünk. És ott leszek én is, ezen az emberek miatt. Orbán Viktor a NER miatt, és többek között nem kis súlyjal, mert nagyon komoly súlya van az európai parlamenti képviselőnek. Ez a 13 gazember miatt. Megérdemelik, hogy nézzétek, tanuljátok a neveiket, és hogy rögzödjön bennetek 2024 tavaszán a veletek beszélgetőknek, a fórumokra, ha elmentek, ha azon gondolkodtak, hogy melyik listára szavazzatok, Hát, ha arra az listára szavaztok, ahol a KIDESZ KDMP képviselői vannak, ott nem gondolhatok arra, hogy ha esetleg nem lesz ott közülük ez a 13-ból valaki, hogy az nem lesz ilyen. Nem bontódott meg az egység. 13-an vannak, és mind a 13-an egységesen így viselkedtek, és így viselkedtek a korábbi határozatoknál. Én úgy gondolom, hogy ezt el kellett nektek mondanom. Kérem, hogy osszátok minél többen osszátok, jusson el minden több ember ez, és ti is tegyétek el, bár nem muszáj mert hiszen az én oldalamon ott lesz, és én ezt 2023-ban ősszel is, talán nyáron is megisültem, ősszel gyakrabban, és a választási kampányban rettentő sokszor fogom bevetíteni, nagyon sokszor, és megpróbálok elkövetni, hogy nagyon sokatokhoz jusson el, mert ez megbocsáthatatlan. A magyar történelmünket, a mi hazánk történelmét teszik ezek a gazemberek valamilyen személyes önérdek, szinte biztosan gazdasági haszon, vagy közvetlenül is érintettek az agresszorral való üzletelésben, vagy pedig a pillanatnyi gyarapodásuk közvetlenül azért lehetséges, mert részesei ennek a gaztetnek. Vigyázzatok magatokra, gondolkodjatok rajta, és hát fogjunk össze!